Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Buda Kalász Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Vox 24. Mintegy 1000-rel több a jelölt hazánkban az idei önkormányzati választáson, mint 5 éve. Gyereknap. A tánc, a zene és a bulizás volt a középpontban a Buda Kalászi gyereknapon. Szülők-nevelők akadémiája. A tudatos jelenlétről, az aktív figyelemről és a minket érő mindennapos feszültség kezeléséről tanulhattunk. Mintegy 1000-rel több a jelölt az önkormányzati választáson, mint 5 éve, tájékoztat a Magyar Választási Iroda. A polgármester jelöltek száma 4%-kal, az egyéni választókerületi jelölteké 18%-kal nőtt 2019-hez képest, derül ki az MVI tájékoztató oldala a választás.hu hétfői adataiból. A 10 000 lakosnál nagyobb településeken a választópolgárok csak az egyéni választókerületi képviselők közül választhatnak, de a mandátumok egy részét a kompenzációs listán osztják szét a jelölő szervezetek között. Az egyéni választókerületekben mandátumot nem eredményező, úgynevezett töredékszavazatok arányában. A tánc, a zene és a bulizás volt a középpontban az idei Buda Kalászi gyereknapon, május 25-én vasárnap. Gyermekkoncert, bábszínház, ugrálóvár, legószoba, gokkart, pálya és még sok más érdekesség várta a kicsiket és nagyokat a faluházban. Idén először egész nap, reggel 10-től este 8-ig tartottak a programok. A Kós Károly Művelődési Házban minden évben igazi kalandokkal és meglepetésekkel várják a legkisebbeket a gyereknapon. Jelen gyermeknapnak a zene, a tánc és a bulizás ugye a cégére, a jó értelemben vett bulizás, tehát már koncerttel elkezdtük a mai napot, tehát Pomázi Zoltán, a Bojtorján zenekar híres frontembere, gitárosa a zenekarával már itt megadta az alaphangot. Most éppen a néptáncé az a nagy színpad, itt mellettünk a nagy teremben, lehet, hogy ki is hallatszik egy picit, a Lemvirág Tánccsoport rendhagyó táncháza zajlik éppen, ugyanis a bemutató után, a Magocska Tánccsoport bemutatója után mindenkit felinvitáltak a színpadra. Ez most egy ilyen családi kollektív táncház. Tehát most éppen a szülők, nagyszülők és a gyerekek együtt táncolnak a színpadon. Déltől egy nagyon izgalmas, érdekes, szórakoztató kvíz lesz, ez a Kahoot rendszerű kvíz, és nagyon sok nyereményünk és ajándékunk lesz, tehát mindenkit bátorítanék, hogy maradjon itt. Utána pedig közvetlenül a Majorka Színház Malacon nyert Királylány című élő szereplős bábjátékos népi mesejátéka fog következni. Ez a színház, a Majorka Színház nagyon népszerű, tehát őket folyamatosan vissza kell hívni, tehát azt gondolom, hogy érdemes itt maradni a kvíz után is. A kvíz tematikájáról, nyereményeiről kérdeztük Andrást, aki bár nem akart sok részletet elárulni, annyit azért megosztott velünk, hogy a kérdéssor Buda Kalásszal és a folklórral kapcsolatos. Kicsit vicces, kicsit gondolkodós, de mindenkinek ajánlott. Ez egy kísérlet, nem volt még ilyen jellegű kvíz nálunk, meglátjuk, reméljük, hogy lesz ennek sikere, és akkor a továbbiakban lehet, hogy rendszeresítjük. Meglátjuk, tényleg egy kísérlet. Igazán egyedi programok is belekerültek idén a gyereknapi mulatságba. Kiállítási program, amiről most beszélni szeretnék, Szegedi Katalin grafikus, nagyon híres könyvillusztrátor, a mesekönyveiből reprókat helyezett kínálunk a ház több terében, a kávézóban és a folyosón, és 4 órakor az ő személyes jelenlétével ezt a kiállítást megnyitjuk. Tehát 4 órakor lesz egy kiállítás megnyitó. És ami, hogy válaszoljak a rendhagyósági kérdésre, a Tini Diszkó az, amiről talán már többen is hallottak itt a városban, 4:30-tól egy klasszikus Tini Diszkót fogunk itt üzemeltetni a házon belül, de nem én fogom természetesen, mert én már régen voltam tini, bár fejben meg lélekben az vagyok, azért tudok ilyeneket kitalálni. A Kalász Suli és a Patakpart Suli neves DJ, én őket nem ismertem, igazgatóra ajánlották őket, tehát 2 fiatalember fog itt DJ programot, és részben rap koncert is lesz, részben pedig tini diszkó, tehát azt gondolom, hogy nagyon, nagyon izgalmas dolog, és ráadásul az a korosztály van megcélozva, akik nagyon ritkán járnak ide hozzánk, tehát ilyen 12-től 22-ig, tehát nagyon örülnék, hogyha a kamaszok, tinik megjelennének itt 4-től, egészen este 8-ig lehet nálunk bulizni. Tényleg klasszikus bulizásról van szó, nem lesz szülői felügyelet sem, tehát lehet jönni. Természetesen ez egy kultúrház, tehát fegyelmezett körülmények között egy jót lehet itt diszkózni. Társas játékot kedvelő anyukák ötlete, hogy rendszeres klubot alapítsanak, amelyben több korosztály is élvezheti ezt az izgalmas hobbit. A gyereknapon kiderült, erre nagyon sokan fogékonyak. Nagyon jó volt látni ma már egy pár gyereket, aki leült, és nagyon
félénken ült le, és ahogy először ráérez arra, hogy hát ha ő ezt csinálja, akkor az működni fog, és nyer, és élvezni kezdi, az mindenképp szerintem jó. Volt, aki nagymamával volt itt, látszott, hogy a nagymama is az elején nem nagyon értette, aztán utána, hogy megértette, milyen jól elkezdtek játszani, és nem titkolt cél az, hogy egy kicsit ebből az elektromos világból kihúzni a gyerekeket, a nagyobb korosztályt is, hogy üljenek le, játszanak valós játékot offline, és beszélgessenek. Nagyon sok operatív játék van, például ez is itt, ahol együtt kell működni, egymással közösen dolgozni a cél érdekében, és mindenki együtt győz, vagy együtt veszít, ami szerintem nagyon jó csapatépítő, meg barátságok kialakulására. És egyébként azt gondolom a kérdésre visszatérve, hogy van létjogosultsága, mert nagyon sokan játszanak, és sokan panaszkodnak arról, hogy nincs kivel, vagy amikor ráérnek, akkor pont nincs akivel játszanak. Van egy kislány is, mondta, hogy nagyon szeret, csak otthon nem sokszor kerül elő. Pont ilyen helyzeteket is szeretnénk megoldani, meg olyat, aki meg szeret játszani, sok játékot ismer, hogy legyen lehetősége másokkal találkozni. Botond szereti a társas játékokat, ha teheti és van partnere, leginkább a csapatjátékokat kedveli. Kérésünkre az éppen aktuális játék lényegét foglalta össze. Vannak kártyák, és hogy van tűz, föld, levegő és nap kincsek, és azokat már nem tudom melyik szigetről be kell gyűjteni, tehát ilyen kincskereső. Pomázi Zoltán évtizedek óta foglalkozik zenével, de romantikus verseket, dalokat is ír. Radnóti Miklós életéről is írt egy könyvet. Önéletrajzi kötetét éppen most fejezi be. A budakalászi gyermeknapon második alkalommal vesz részt. Újbóly Torján nevű formációjával járja az országot. Annyi fellépésünk van most ezzel a formációval, amivel én járok. Nevezük Újbóly Torjánnak a két zenész kollégámmal, Sefer Edinával és Szrapkó Katalinnal, hogy még ebben az évben nekünk az egyéb irodalmi és pódium műsoraimmal együtt még 120 fellépést kell valahogy úgy menedzselnem, hogy mindenhol odaérjek, és mindenhol ott legyek, és minden stimmeljen. A mai napon egy négyszögletű kerekerdő című produkcióval készültünk. Ez nagyon-nagyon régóta megy már, de hát persze sosem ugyanaz, mindig a közönségtől függ, hogy mennyien vannak, milyen korosztály van, mennyi felnőtt van, mennyi gyerek van, hogy játszunk a régi Boly Torján dalokat, mint a Vigyázz magadra, fiam, vagy az Énekelsz egy régi nótát, vagy a Csavargódal, vagy a Lusta folyó című dalokat. Néha ezek is elhangzanak, és a két lány, akivel én vagyok, ezeket ugyanúgy tudják, mint a gyerekdalokat. Az egésznapos program első produkciójára, a 10 órakor kezdődő koncertre még kevesen értek ide. Aki itt volt, annak ez nagyon tetszett. Tehát akik felnőttek, eljöttek, mondhatnám, hogy régóta fiatalok, hozzám hasonlóan az én 71 évemmel, én is régóta fiatalnak számítok. Szóval azt gyanítom, hogy már nem csak az én korosztályom, hanem a nálam egy generációval fiatalabbak is, tehát a most 30-40 évesek is ezen nőttek föl. Legalábbis remélem, tehát ha a szülők megmutatták nekik ezeket a dalokat, hogy ezek az én értékeim, hallgass meg te is, és talán majd megkedveled ezt a fajta zenét. És azért azt láttam, hogy az egészen kis gyerekek is örömmel hallgatták, meg énekelték ezeket a dalokat. De Kodály Zoltán szerint a gyereknek, és akár felnőttnek is, bármilyen korosztálynak az első zenei élménye az egész életét meghatározza. Nem feltétlenül zenész lesz belőle, lehet, hogy csak zeneszerető, lehet, hogy képzőművészeteket fogsz, valamilyen művészeti ágat fog szerezni, vagy az is lehet, hogy elhatározza, hogy zongorázni fog megtanulni, vagy valamilyen hangszeren játszani. Az sem biztos, hogy színpadképes lesz, de legalább a saját örömére megtanulja ezeket, és ez végigkíséri az egész életét. Anna 4C és a telepi iskolában minden évben eljön a városi gyermeknapra. Kedvenc időtöltéséről beszélt stábunknak. Én nagyon szeretek társas játékozni, szóval örülök, hogy van itt társas kör. Szeretnék kézműveskedni, rajzolni, de amúgy minden tetszik, nagyon szeretem ezt a gyereknapi programot. Halász Csaba feleségével és 3 éves kislányával először vesz részt a gyereknapon. Ez nekünk az első alkalom, hogy itt a budakalászi gyermeknapra kijöttünk. Esztike, ő lesz most lassan 3 éves, és gondoltuk, hogy eljövünk megnézni, mi itt a
party happening. És hoppá, kérhetem, melyek azok a programok, amelyek a leginkább foglalkoztattak vagy érdekelnek titeket? Az a helyzet, hogy mi valójában ott a háttérben látható ugrálóvárra bazíroznánk, szeretnénk oda bemenni, de még ehhez ő kicsi, úgyhogy inkább csak távolról néztük, de egyébként az összes program nagyon jól néz ki, és én azt hiszem, hogy őt szórakoztatja. Érzékelve a vidám hangulatot, eszünkbe jutott, hogy milyen jó lenne, ha minden nap gyermeknap lehetne. Ez a nap nem csak a szórakozásról szólt, hanem arról is, hogy közösségben együtt legyünk, akár felnőttként is megéljük a gyermeki örömöket, boldogságot, és egy életre szóló, szívmelengető emléket szerezzünk. A város hivatalos honlapjának tájékoztatása szerint a Gyümölcs utca, Áfonya és Kálvária utcák közötti szűk szakasz átépítése május közepén indult. Az aszfaltozási munkálatok szombaton kezdődtek volna, de az elmúlt hét csapadékos időjárása miatt a kivitelező csak ma tudta elkezdeni. A mára tervezett forgalmi változás ezért egy nappal később, holnap reggeltől lép életbe. A kivitelezés két szakaszban valósul meg, és a forgalmi rend időszakos megváltozásával jár. Erről pontos tájékoztatást kaptak a környék lakói. Az építkezés várható befejezése május 31-e. A Gyümölcs utcai beruházás fontos feltétele a júniusban kezdődő Felsővár utcai szögtámfal építésnek. Az iskola idő után kezdődő útrekonstrukció során a Felsővár utca melletti rézsű és az útpálya kritikus szakaszát kell megerősíteni. A tudatos jelenlétről, az aktív figyelemről és a minket érő mindennapos feszültség kezeléséről tudhattunk meg többet múlt csütörtökön a Faluházban, a Szülők-Nevelők Akadémiáján. A sikeres sorozatot már 6. alkalommal szervezték meg. Minden eseményen különböző problémákat és hozzájuk tartozó megoldásokat vezetnek elő, és bontanak apró, jól érthető elemekre a témában jártas előadók. Éber figyelemmel hallgatták Szalóki Szilvia beszédét a Faluház nagy termében azok a szülők és tanárok, akik többet akartak megtudni a gyerekek stressz kezeléséről és a tudatos jelenlét állapotának eléréséről, amit manapság sokan egy szóval fejeznek ki, mindfulness. Az oktatótól először azt kértük, ismertesse ennek a szónak a pontos jelentését. Mindfulness-t magyarra tudatos jelenlétként vagy éberfigyelemként szokták fordítani, ugyanakkor ennek a stresszkezelő módszertannak vagy meditációs technikának a megalkotója Jon Kabat-Zinn három olyan fontos tényezőben határozta meg a mindfulness-t, ami azt gondolom, hogy nagyon jól kifejezi, hogy mit akar ez a technika. Ez a figyelemnek az irányítása, mégpedig szándékosan, ítélkezésmentesen, és nagyon fontos, hogy a jelen pillanat felé irányuljon. A három lényeges tényező nagyon jól meghatározza, hogyan kell alkalmazni a mindfulness technikát, de az úgynevezett figyelemizmot erősítenünk is kell, méghozzá gyakorlással, meditációkkal. Azáltal, hogy ezeket a meditációs technikákat, amik lehetnek formális gyakorlások, vagy akár mozgásos meditációk, megváltoztatják az agynak a különböző funkcióért felelős területeit, és a stresszért felelős agyterület, az már 8-7 gyakorlás után megváltozik, és sokkal kisebb területet fog érinteni. Ne ijedjünk meg! A stressz mindenki életében jelen van, természetes velejárója az életünknek. Annak kezelése azonban már egyénenként nagyon változó. Azzal sem vagyunk tisztában mindannyian, mi a jó stressz és a rossz stressz között a különbség, és mikor kell megfékeznünk a megnövekedett stressz szintet. Ezért hasznos, ha a szülők és a tanárok a technikát megtanulják, és átadják a gyerekeknek is. Szülőként a mi felelősségünk, hogy ugyanúgy megtanítsuk a gyerekeket konfliktus kezelni, érzelemszabályozni és stressz kezelni is, mint fogat mosni vagy a zebrán átmenni. Ugyanakkor nekünk, szülőknek is hiányosak ebbe az eszköztáraink. Tehát én azt gondolom, hogy komoly felelőssége lenne a szülőknek is, meg a tanároknak is, tehát alapvetően a pedagógiai képzésben hallanak erről, hogy hogyan támogassák meg a gyerekeket a mentális egészségük megőrzésében, de konkrét technikákat nem tanulnak. Ez az igazság jelenleg Magyarországon. A figyelemirányítást azt alapvetően a testérzetek
felé szoktuk indítani, tehát hogy a test érzetek azok, amik felfedezésre kerülnek, és hát a gyerekek ösztönösen mindent megtapogatnak, megnéznek, akár megizlelnek, tehát hogy hozzájuk nagyon-nagyon közel áll. A gyerekekben ez ösztönösen megvan, de természetesen az ő szintjükön próbálunk meg olyan instrukciókat adni, amik tulajdonképpen ahhoz vezetnek, hogy játékosan, de mégis meditálni fognak a gyerekek. Szalóki Szilvia mindenki számára ismerős példákkal illusztrálta előadását. Van-e olyan a teremben, aki szokott agyalni? És aki szokott agyalni, az le tudja állítani. Volt-e olyan, hogy valaki úgy ment a munkahelyére, hogy elindult reggel, és nem emlékszik, hogy ért be? Ezek automatizmusok, robotpilóták. Nagyon sokszor támogatnak minket, de nagyon sokszor cselekvőmódban tartanak minket, ami viszont elválaszt minket attól, hogy valóban megéljük a pillanatot. Tehát valószínűleg eljöttünk a kék búzavirág mellett, meg a gyönyörű vadkacsaraj mellett, és észre se vettük. Tehát elment mellettünk a jelen és a pillanat. Ha tele van a fejünk cikázó gondolatokkal, nem élünk a jelenben, másra gondolunk, mint amit valóban csinálunk, és stresszelünk is, megoldás lehet a mindfulness technika. Ez pedig megtanulható, ha megengedjük magunknak a lelassulást, semmit sem csinálást, és gyakoroljuk a meditációt. Ha egy-két embernek is tudtunk már olyan információt átadni, amit ő tud hasznosítani, be tudja építeni az életébe, akkor ez már célját elérte ez a rendezvény, de azt gondolom, hogy nagy érdeklődés mellett jön létre ez az eseménysorozat. A Kalásról Élet Alapítvány kezdeményezte itt helyi szinten a többi oktatási intézmény összefogva, hogy elinduljunk a közösségi költségvetés pályázatán az önkormányzatnak egy olyan edukáló programmal, ahol a szülőket, illetve a pedagógusokat szólítjuk meg új olyan ismeretekkel, amik fontosak a gyerekneveléshez. Nyertünk szerencsére ezen a pályázaton, és így indult ez a Szülők Nevelők Akadémiája program. Nagyon sok olyan új dolog és téma merül fel manapság, akár a gyerekbántalmazástól kezdve egészen a digitális új világ kihívásaig, illetőleg a fokozódó stressz, illetve a környezeti hatások miatt, ami miatt azt gondoljuk, hogy fontos, hogy erre reagáljunk, és hogy a legújabb ismereteket átadjuk a szülőknek és a pedagógusoknak is. A Szülők Nevelők Akadémiája rendezvényén a szervezők kérés esetén 3 éves kortól gyermekfelügyelettel is segítik a családok részvételét. Az előadás ingyenes, ám regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Szülők Nevelők Akadémiája közösségi oldalán lehet. Lezárult az idei közösségi költségvetés szavazása, tájékoztatnak a város hivatalos honlapján. A képviselőtestület a kalásziak szavazatai alapján május 29-én dönt az idei keret felhasználásáról. A polgármesteri hivatal munkatársai és az ötletgazdák ezután egyeztetnek majd a javaslatok megvalósulásáról. A szavazatokat pontozásos módszerrel összesítették. Első helyre került a sport és élménypark kialakítása fiatalok részére. További információkat találnak a budakalász.hu-n. Végül a várható időjárásról. Kedden is a napsütés lesz túlsúlyban, de délután a Dunántúlon egy hidegfront hatására elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. És itt feltámad az észak-észak-nyugatira forduló szél is. Kora reggel 9-16, délután 23-29 fokot mérhetünk, nyugaton lesz hűvösebb. Adásunk végén következzenek még egyszer legfontosabb híreink röviden. A polgármester jelöltek száma 4%-kal, az egyéni választókerületi jelölteké 18%-kal nőtt 2019-hez képest, derül ki a választás.hu hétfői adataiból. Gyermekkoncert, bábszínház, ugrálóvár, legószoba, gokartpálya és még sok más érdekesség várta a kicsiket és nagyokat a faluházban gyermeknapon. A tudatos jelenlétről, az aktív figyelemről és a minket érő mindennapos feszültség kezeléséről tanulhattunk múlt csütörtökön a Szülők Nevelők Akadémiáján.
Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak velünk, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket a weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Budakalászon. Megtalálhatók vagyunk a közösségi oldalakon, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!